Szombaton nagy volt a nyüzsgés a Közgé tornatermében, ugyanis nagyon sokan érkeztek az idei újhatvani Szent István templom alapítvány bájára. Kondek Zsolt egyházi képviselőtestületi tag elmondta, a rendezvény már hosszú évek óta hagyomány a városban, a célja pedig idén is az adománygyűjtés jótékonykodás volt. A célra jött létre először, hogy a templomnak az óráját, a toronyórát meg tudjuk csinálni. Hát azt a hagyományt folytatjuk, minden évben próbálunk valamit mire gyűjteni. Szekeres Misi atya bevezette ezeket a bálokat, amik egy nagyon jó dolog, mert egy közösségépítő, és most van lehetőségünk a Farsangnak a farkán tulajdonképpen tartani még egyet, és most jelen pillanatban az orgonára fogjuk az adományokat összedobni. A hangszert a Rieger orgonagyár 1937-ben építette két manuális pedálos kivitelben 21 regiszterrel. A rekonstrukció összesen 15-20 millió forintba kerül, ehhez még pályázatot fognak keresni. A bálon összegyűlt bevétel azonban már pályázati önerőt vagy egy önálló részt fog jelenteni a felújításban. Farkas László plébános köszöntőjében elmondta, a hangszer nem csak anyagi, hanem jelentős eszmei értékkel is bír. A közösség tulajdonában levő hangszer felbecsülhetetlen értéket képvisel, mert összefogja a közösség szellemi és anyagi tőkéjét, valamint jelentős instrumentum a mára erősen elpusztított, átépített, a pneumatikus működtetésű orgonák között. Hát az a rendkívülisége, hogy eredeti állapotban van is, most egy jelentősebb ráfordítással újabb 90 éve használható eszköz lesz. A bálon a 60. Szent István sportiskolai általános iskola növendékei műsort adtak elő, míg az Urkái egyik tanítványa dalokkal készült. A programon fellépett a Szirkék kórus is, akik negyedórás koncerttel készültek az alkalomra. A műsorok után pedig kezdetét vette a közös mulatozás, vidám farsangolás.